taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough. Tudom, hogy mondtad, ugye nem szerepeltél még meg ilyenek, viszont én, ugye mivel már beszéltünk telefonon, én tudom, hogy bírod te a beszédet, úgyhogy én arra gondoltam, hogy vágjunk is egyből a közepébe, és akkor, hogyha nem probléma, akkor innen majd benne hagyom, jó? Jó. És mond? Oké. Az első kérdés, tudom ugye, hogy nagyjából azért megbeszéltük a témákat, de megmondom őszintén, általában jobban szokott sikerülni a dolog, hogyha rögtönzés. Na most nyilván nem akarok teljesen rögtönzést, mert az ahhoz már késő van, meg neked meg végképp késő van, de az első kérdést azt pont nem beszéltük meg, és én azzal akarok bemelegíteni. Az első kérdésem az az lenne hozzád, én rengeteg, kimaradt. A szokásos dolog kimaradt, mert nem mindenki ismer téged, úgyhogy aki nem ismer téged, annak annyit mondjunk el, hogy ugye a szereplésed apropója az, hogy te rendkívül aktív vagy ugye több különböző Facebook csoportban, és ami miatt én meghívtalak téged többek között, az az, hogy rengeteg klienssel dolgozol, rengeteg embernek posztoltad már ugye az óriási transformációit, rengeteg versenyződ is van, versenyzői csapatod is van, és az én véleményem, ha mondhatom így, vagy az én értékrendem alapján, te vagy az ország egyik legnagyobb transformációs kócsa. És hát köszönöm. És én az ilyet ugye nagyon-nagyon szeretem, mert az én fejemben ugye van az a fajta beszélgetés, ami szórakoztat, meg van az a fajta beszélgetés, amiből rengeteget lehet tanulni, és én úgy gondolom, hogyha az ember olyan szakértőkkel ülhet le beszélgetni, mint te, akkor ezekből lehet tanulni, különösen a kezdőknek. De mielőtt belemegyünk a szakmai kérdésekbe, mert az is lesz bőven, az első kérdésem az lenne hozzád, hogy te mit szólsz ahhoz, amikor egyes edzőkre vagy szakértőkre azt mondják, hogy tehát nem is úgy néz ki, mint egy testépítő, vagy nem is úgy néz ki, mint egy szakértő. Tehát szerinted a te véleményed alapján, őszintén, szerinted egy testépítő edzőnek, vagy egy online coachnak, egy felkészítő edzőnek kell-e úgy kinéznie, mint egy testépítőnek, vagy kell-e úgy kinéznie, mint egy versenyzőnek? Tehát a fizikum az valójában tükre-e a tudásnak, vagy nem? Mi a véleményed erről? Figyelj, korábban azt gondoltam egyébként, hogy tehát, hogy ez igenis fontos tényező, tehát, hogyha nem nézhetsz fel az edződre, vagy az ő fizikumára, akkor igazából megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán ő érte hozzá bármilyen formába is, de ugye, ahogy az évek elteltek, meg ugye már én is benne vagyok ebbe, mondhatni, hogy már hosszú ideje, tehát egyébként maga a külső és maga a fizikum az nem feltétlenül egyenesen arányos a tudással. Ez nyilvánvaló. Persze kell, hogy legyen valakinek azért kiállása, meg mégis azért valamit tudjon felmutatni. Most, ha más nem egy versenyzői múlttal, vagy bármivel, vagy eredményes vendégekkel, eredményes sportolókkal, de egy szó mint száz, tehát nem kell úgy kinéznie, mint egy színpadképes testépítő. Maximálisan egyetértek veled, de a megfogalmazásod tetszett a legjobban, mert én is ugyanígy vagyok vele, meg szerintem mindenki ugyanígy van vele, hogy amikor fiatalabb vagy, akkor úgy gondolod, hogy ez muszáj, ez szükséges, mert hát hogyan tud izmot növelni valaki, na az, aki saját magán sem tud. De ahogy az ember idősödik, úgy jössz rá, hogy ez valójában nem is annyira fontos, mert sokszor az, hogy valaki mennyire izmos, nem feltétlen a tudásnak az eredménye, mert valaki lehet marhaizmus jó genetikával, meg rengeteg kémiával, és aztán szakértőnek fog akkor kinézni. Hát, igen. Tehát nem azért fognak megkeresni téged, mert hogy nézel ki. Persze az elején nyilván kell valami önreklám, vagy bármi ilyesmi, amitől hitelesnek tűnsz, de idővel az ember rájön, hogy nem ez fogja jelenteni azt, hogy mennyire is érted hozzá. Meg arról nem is beszélve, hogy most, hogyha hirtelen a világ három legnagyobb testépítő kócsát kellene mondanom, amit tudunk ugye a Mr. Olympiáknál, most egyértelmű lenne az első név hirtelen, ami eszembe jut, Chris Assito, szerintem 8
2007-ben fogott utoljára súlyt, azóta életében nem járt edzőterembe, Hennyi soha életében nem nézett ki se, hogy soha életében nem indult versenyen, és Chad Nichols se indult soha versenyen, ő se készült be soha egy versenyre se, aztán így hármújuknak mégiscsak van összesen, vagy hát itt van azért a Király Lacinak is az edzője, tehát most, ha így őrá is ránézel, érted? De legalább Patrick Poole valaha volt profi testépítő. Így van, így van. Igen, viszont, mivel most én ugye a másik oldalt fogom képviselni, én erre meg azt mondom neked, hogy akkor hogyan lehet az, hogy valaki tudja, hogy mit jelent az, hogy versenyformába kerülni, akár pszichésen, akár fizikálisan, vagy valaki, aki tudja, hogy milyen az, amikor be kell állni mondjuk egy 200 kilós guggolás alá, hogyan tudja azt egy coach a klienseinek megmondani, hogy ezeket hogyan kell csinálni, ha ő maga soha nem is csinálta ezt? Mit szólsz te ehhez? Hát ez mindenképpen kell egyfajta sportpszichológia, tehát az emberekre nagyon tudni kell hatni. Tehát ha beáll mondjuk valaki 200 kiló alá, nem tudom, mert még 200 kiló alá nem álltam be egyébként, de ha mondjuk valaki 200 kiló alá beáll, hát a mentális támogatás igencsak kell hozzá. Versenyeztél, és voltál versenyformában, és tudod, hogy milyen versenyformában lenni, és tudod, hogy mit kell csinálni azért, hogy az ember... Nem, hát figyelj, itt igazából itt a legnyomósabb dolog a motiváció, meg az, hogy mennyire vagy fanatikus. Tehát ide ez kell, tehát amikor én versenyeztem, akkor mondhatott nekem bárki bármit. Tehát nekem, én akkor a kaja dolgot azt úgy tartottam, mint a szentírás. Tehát, hogyha 3 óránként kellett ennem, akkor én 3 óránként tettem, mert nekem azt mondták, hogy egyek 3 óránként. Tehát amit az edzőm akkoriban mondott, én azt megcsináltam. És hogyha dolgoztam, mert nem mindig foglalkoztam azzal, amivel, benn dolgoztam egy gyárba, akkor néztem az órát, fú, basszus, és tudod, nincs kajaszünetem, hogy kéne megoldani? Jó. Becsaptam a munkásruhám alá, elsúnyogtam a vécére, megettem utána vissza. Tehát itt azért kell egyfajta, nem is elhivatottság, hanem ez fanatizmus. Tehát itt agyban nagyon ott kell lenni, mindenképpen. Jó dolgot mondtál megint, mert én magam vagyok azt szerintem 2-3 évvel ezelőtt egyre többször kezdtem el mondani ugye interneten, hogy a szakértőnek a fizikuma nem feltétlen tükrözi a tudást, stb. Próbáltam ezt egy kicsit elültetni, tudod, az emberek fejében, de ugyanakkor, ahogy így beszélgetünk, én magam is arra gondolok, hogy ha nem mentél végig azokon, amiket pont most mondtál, hogy mindenáron megpróbálod megoldani a kaját bármilyen körülmények között, akkor hogyan fogod tudni ezt megtanítani a klienseidnek, hogy megold akkor is, ha 24... Nem, tudod, ez egy olyan dolog egyébként, tehát amikor valakinek összeírom az étkezését, és mondjuk le van osztva mondjuk egy adott nap 4 étkezésre, és amikor mondják nekem, hogy nem tudják megoldani, mert hogy vagy kiesnek az időből, nem tudják elkészíteni, vagy mondjuk nem tudják megenni a 4. kaját, vagy bármi ilyesmi, tehát hogyha jön valami külső tényező, amire úgy rá tudják húzni azt, hogy na már most ezért meg amazért nekem ez így nem megy, akkor elmondom, hogy ez egy olyan alapvető dolog, mint munkába járni. Tehát van egy kötelességed, mint a munkába. Elmész, nem tudom, kezdesz 8-kor, lerakod a melót utána délután 4-kor, tehát ez egy ugyanolyan dolog. Tehát kötelesség. Megfőzöd, ha úgy van, elcsomagolod, vagy frissen eszed, teljesen mindegy, de meg kell csinálni, mert mindennek ez az alapja. Tehát sokan próbálnak ez alól kibújni, meg hogy a kaját 80%-ba tartottam, de nincs ilyen. Tehát, hogyha most megvan szabva egy adott kalória érték, akkor azt el kell fogyasztani. Tehát most azt nem csinálod, hogy kevesebbet teszel, mondjuk, most mondok egy számot, van 1500 kalória mondjuk egy csajnak, és ő azt mondja, hogy hát ő ennyit meg annyit nem evett meg belőle, és akkor kiderül, hogy mondjuk annyit se visz be, ami az alapanyag cseréjéhez kéne, és akkor mondja, hogy hát nem voltam WC-n X napja, meg hogy megállt a súlyom, stb. Tehát, ja, tehát itt el kell fogadni, tehát így ezen múlik minden. Már most megkérdezlek téged is, hogy te hogyan kezeled azt, amikor azt veszed észre, hogy biztosan nem mond igazat a kliens számodra. Hát ugye itt heti szinten ilyen kötelező súlymérés van. Tehát mindenkinek, tehát ezzel kezdem, mindenkinek van egy alapkötelessége, tehát én most azt nem várom el, hogy mindenki naponta mérje a súlyát és küldje nekem, és aztán abból számoljak heti átlagot. Nekem tökre elég az, hogyha heti egyszer vagy max. 2-szer, de ez a hétfőn nálam általában a standard, hogy mindenki rááll a mérlegre,
és akkor küldi a súlyát. De amikor valaki mondjuk nekem azt mondja, hogy ő pontosan mindent tart, és figyelj, a súlya az dekára pontosan ugyanannyi, mint a múlt héten volt, hát nem tudom, tehát így azért ezt a dolgot így megszoktam így azért kérdőjelezni, tehát én mondjuk, ha egy adott hétfőn ráállok a mérlegre, utána megint ráállok a következő hétfőn, tehát nekem soha nem egyforma a súlyom dekára pontosan. Tehát ez ilyen nincs, ilyen nincs. Nincs, tehát ott valami elmegy egy kicsit, vagy az, hogy nem meri leírni, hogy mennyi, vagy éppenséggel le sem éri, hogy mennyi, vagy elbukik a kaján, és így ennyi a történet. De hát volt itt olyan, hogy azért mit tudom én, tehát voltak dolgok, amiket furcsáltam, és akkor jó, akkor figyelj, csináljuk úgy, hogy akkor holnaptól minden kajádat fotózzál le, amit elfogyasztasz, küld el, megnézem, tudod, és akkor amúgy volt olyan is, hogy reggelire figyelj, tehát így ezt nem is értem, hogy honnan szedte amúgy ez az illető, tehát volt olyan reggeli, meg volt szépen kemve a vajas kenyér, rajta volt a párizsi, meg mellé volt oda készítve a kígyóborka, és így, hát mondom, rendben van, így már értem, hogy mi van, értem a dolgot. Fehérje szénhidrát zsír? Fehérje szénhidrát zsír? Megvan? Abszolút, természetesen. Tehát ott semmi nem volt számolva, semmi nem volt számolva. Egyébként, hogyha azt megkérdezném tőled, hogy teljesen átlag emberekkel könnyebb dolgozni együtt, vagy versenyzőkkel, akkor mit mondanál? Hát egyébként amúgy ez mindig változó, amúgy, mert most ez attól is függ, hogy az embernek milyen a beállítottsága, meg mennyire is akarja azt a dolgot, mert itt versenyzőknél is van olyan, akinél tudod, nagy a lelkesedés, aztán menet közben rájön, hogy az azért annyira nem sétagalop, főleg úgy, hogy már úgy komolyabban kell venni, mert el kell kezdeni a pósztanulást is, meg ezt-azt-azt, és azért ott mentálisan az ember eléggé ki van téve ennek a feladatnak, és akkor elbukik elég hamar, tehát egy-két hónap után már így vége van. De viszont vannak olyan átlagos emberek is, akik ugye, ha most ezt tudom felhozni legegyszerűbb példának, átlagos fogyással keresnek meg, és akkor van olyan, aki kivérzik egy hét után, mert ilyen is volt, tehát valaki meg olyan is van, hogy nem jelentkezik, képzeld el. Tehát így a kötelező bejelentkezéseket se teszi meg, de aztán egy előkerül a semmiből, tudod, mert volt már ilyen, és akkor nézem, hogy basz meg. Tudod, hogy így mi lett belőle, és akkor így magának el volt, így rendbe, tudod, de most egyébként most a mai nap raktam ki egy posztot egyébként. Van egy 14 éves srác, akinek az anyukája keresett meg, és akkor elküldte a képet, és így láttam, hogy hát a kisrác így el van hízva, meg ilyenek, és hetente jött a súlyjelentés, stb. És annyira lelkesen csinálta a kisrác, meg annyira akarta ezt az egészet, hogy egyébként így 15 kilót így simán ledobott a srác, és tudod, az a hála, amit ezután az emberek sugároznak feléd, hogy teljesen, tehát így most, ha a kisrácról kéne beszéljek, hogy kezd tetszeni a csajoknak, meg hogy nőtt az önbizalma, és hogy mondja az anyukája, hogy tudod, hogy ez mennyire tök jó dolog, meg a kisugárzása is más, meg hogy... Na, tehát így igazából ezek a legjobb visszaigazolások arra, hogy amit csinálsz, az a legjobb dolog a világon. Főleg, amikor vevőre a másik fél, már nem anyagilag, hanem úgy befogadóképes, nevezzük így, ja. És megbízik benned, és csinálja. Aztán pedig... Ja, bocsánat. Megbízik benned, és csinálja. És nem marad el a... Nem is a hála, hanem az az érzés, hogy te megtudtad valakinek változtatni az életét. És ehhez most nem feltétlenül 3 hónap kell, mert valakivel együtt dolgozok 1 éve, 1 éve, 2 éve, ilyen is van, de úgy tudod azt, hogy honnan indult, és hol van most. Megváltoztak a táplálkozási szokások, aktív része lett az életnek a sport. Van nálad életkor határ? Mondjuk hát 18... figyelj, hát jó, van, persze, van. Van, tehát így ilyen 14 év alatt azért úgy nem, amúgy. Tehát így főleg így online formában nem.
Tehát így személyesen volt, majd foglalkoztam kisebb gyerekekkel, tehát most így, mit tudom én, a napokban is volt egy 12 éves kislány. Tehát így azért, amikor én úgy face-to-face ott vagyok, és tudok rá figyelni, akkor az úgy megint más történet, de azért van egy határ természetesen. Egyébként én is ugyanígy vagyok vele. Én megmondom őszintén, én úgy voltam vele, hogy 20 alatt nem. Nem azért, hogy most 18 vagy 20 között bármi különbség lenne, hanem azért, mert szerintem én úgy gondoltam, hogy online coachingra konkrétan 20 alatt nem feltétlen van szükséged, mert annyira fiatal vagy mégis, annyira kezdő vagy még mondjuk 18 évesen, hogy szerintem az a pénz, amit az online coachingra költenél, lehet, hogy előrébb vagy vele, ha veszel belőle csirke mellett, vagy egy doboz fehérjét, de az elmúlt pár hónapban én is meggondoltam magam, egyrészt mert egyre több 18 éves srác írt, de itt meg én tudod, mivel vagyok problémában, hogy mi az az információ, ami túl sok egy 18 évesnek, mert visszaemlékszel te is, amikor 18 voltál, én is visszaemlékszem, amikor 18 voltam, pont Kati Bélával edzettem, halvány fogalmam nem volt, hogy mi a franc az a térdflexió, meg csípőhinta, meg ilyen hülyeség, fogalmam nem volt, hogy ezek micsodák, és mégis 20 éves koromra 100 kiló lett majdnem a versenysúlyom, tehát én úgy gondolom, hogy abban az életkorban minden info, amire szükséged van, az az, hogy egyél sok fehérjét, fogd meg a súlyt, emeld fel korrektül, menjél haza és aludjál. Úgy gondoltam, hogy talán nem fogadnám el a pénzt szívesen egy 18 évestől, amikor tudom azt, hogy amit adok cserébe, arra ő még esetleg nincs. Nem az, hogy nincs felkészülve, hanem nincs szükség. Igen, de nem, tehát pont, hogy mondott, tehát én itt ezzel a dologgal úgy vagyok, hogy nem feltétlenül van szüksége az átlag embereknek úgymond az olyan mögöttes tudásra, ami meg is van magyarázva, tehát ami le van nekik definiálva. Mert általában az emberek azt szeretik csinálni, ami ott van előttük. És amikor mondjuk egy étkezésről beszélünk, az persze természetesen tök jó, hogyha értik, meg tudják azt, hogy mit csinálnak, meg merre felé tartanak. De mindenképpen számukra a legfontosabb az irány megmutatása. De pontosan emiatt gondoltam meg magam, mert ma már annyiféle hamis információ jön a TikToktól kezdve az Instagramon át, a YouTube-on, mindenhol. Úgy gondoltam, hogy talán jobb már ennyire fiatalon a jó irányba menni, és nem most valami eszembe jutott, ami mindegy, tehát így ez így mondjuk azt, hogy megtörtént velem az elmúlt hetek távlatában, meg amúgy már sokszor visszajön, meg találkozok ilyen dolgokkal. Mi a véleményed arról, most én kérdezek tőled, mi a véleményed arról tömegnövelés alatt alacsony ismétlésszám, szákásítás alatt magas ismétlésszám. Nevezzük nevén, alacsony ismétlésszám legyen 8, magas meg 15. Mi erről a véleményed? Ha valaki ilyet mond, megmondom őszintén, ma már kevésbé nézem hülyének, mint mondjuk egy-két évvel ezelőtt, de hülyeségnek tartom persze, tehát ezt itt szögezzük le, de ha nagyon muszáj lenne, meg lehetne valahogy mégül is magyarázni, hogy talán amikor már nagyon keményen diétázol, akkor talán lehet, hogy kicsit érdemes távolabb lenni az egy ismétlés és maximumottól, ergo hát, egy picit... Sérülést el kell kerülni. De még ennek sincs feltétlenül amúgy értelme, mert amikor meg nagyon keményen diétázol, akkor meg a magas ismétlésszámmal minden egyes ismétléssel energiát vesztesz, és szerintem a magas ismétlésszám így előbb-utóbb izomvesztéshez fog vezetni, mert egész egyszerűen csak hosszabb ideig leszel a teremben. Hát most nem nehéz kiszámolni, hogyha 6-okat, 8-okat csinálok, vagy ha 15-öket csinálok, akkor kétszer annyi ideig fog tartani minden szett, kétszer annyi ideig leszek a teremben, kétszer annyi szénhidrátot, energiát égetek el, de nincs, mert diétázok, kétszer annyira leszek fáradt, tehát valahogy szerintem ez semmilyen formában sehogy sem működik. Nem, tehát itt mindenképpen kell a balansz, amúgy. Nem azt mondom, hogy baj van mondjuk a magas ismétlés számmal, ahogy mondtad, hogy mondjuk 15, ha valaki mindig úgy edz. Ha egész évben úgy edzel, akkor felőlem edz úgy diétában is, de ha amúgy nem úgy edzel évközben, akkor nem kell azért változtatni, mert elkezdtél diétázni. Szerintem ez 20 éve is butaság volt, meg 10 éve is, csak valahogy a 60, szerintem utoljára... Ez beragadt a köztudatba. Ez nagyon durván. De annyira durván, hogy ez a 60-as, talán a 70-es években még volt, aki ebben hitt, de azóta már szerintem senki. Hogy tudott ez ennyire beleragadni? Sajnos vannak még ilyenek. Ja. Jó, figyelj csak, akkor szerintem picit menjünk el abba az irányba, amerre terveztem.
az első kérdésem teljesen random dolog, úgyhogy most csak így fogtam egy papírcetlit, és amit leírtam ide magamnak, hogy csak hogy legyünk tisztában, vagy hát inkább az emberek, akik ezt nézik, és ezt most elsősorban ugye kezdőt megcsináljuk, hogy ők legyenek tisztában azzal, hogy szerinted mi a különbség az online coaching és az ilyen challenge-ek között. Mert én is megkapom, hogy miért nem csinálok challenge-eket, miért nem csinálok ilyen challenge-eket ti 30-40-50-100 embernek, és szeretném, ha te elmagyaráznád, hogy szerinted mi is a különbség a challenge és az online coaching között. Na hát, akkor kezdjük a challenge-el. Ez egy olyan történet, ami mondjuk, hogy egy kisebb fajta verseny. Tehát jelentkezhet rá x ember, annyi, amennyit mondjuk még én momentán adott esetben kontroll alatt tudok tartani. Azt szerinted az mennyi? Tessék? Azt szerinted az mennyi az a szám, max, amit egy challenge-ből fel lehet vállalni? Amit abszolút fel lehet vállalni, és le lehet követni? Aha. Hát figyelj, ehhez igazából ahhoz, hogy le tud követni és tud csinálni, ehhez azért full time szükséges amúgy. Így van. Hát így azt mondanám, hogy ilyen, hát 40. Ah, de örülök, hogy elmondtad. Én 50-et mondtam volna, de 40. Igen, egyet értünk. Igen? Ja. Igen, és tehát itt vannak hölgyek, vannak urak, van két kategória, ugye az imént felsorolt nemek, és akkor a legjobbak, azok nyereményben részesülnek ebben a challenge-ben. És hát ugye itt most felmerül a kérdés, hogy ki a legjobb. Tehát a legjobb az, aki önmagához képest a legnagyobb átalakulást véghez tudja vinni. Ami most nem abba fog kimerülni, hogy ki lesz a legszálkásabb, vagy ki lesz a legizmosabb, az előtte és az utána kép differenciája. Ja, tehát hogyha ránézek, és akkor tudod így, ez igen, és így leesik az állam. Ja, igen, és hát a hagyományos online coaching között, hát az havi szinten működő történet. Nem tudom, te hogy szoktál dolgozni, nem tudom, ebben mennyire mehetünk bele. De én általában az edzést programokat mindenkinél, én 4 hetente szoktam frissíteni. Tehát 4 hétig tart egy adott ciklus, amit mindenki folyamatosan csinál, folyamatosan dokumentál. Ugye meg szoktam adni a súlyhasználatot, az ismétlésszámot, gyakorlatokat, stb. Stb. És akkor, ha van eltérés a tervbe, mondjuk adott esetben ő egy ferdepados fekvenyomást, 2 kezes súlyzóval, nem 40 kilóval tudja a 4x12-t megcsinálni, hanem csak 30-al, akkor simán a doksiba ezt be tudja írni, én meg azt látom. És akkor így, tehát folyamatos kontroll alatt tudom tartani az ő súlyhasználatát, meg majd a majdani fejlődését is. Illetve amikor a terveket készítem, akkor is már előttem van feketén-fehéren, hogy mennyi súlyjal terhelhető. De egyébként ez így működik a challenge-be is. Na, ez az, amit kérdezni akartam. Mert ugye az online coaching, az én olvasatomban az ugye a személyre szabott edzéstervről és a személyre szabott étrendről szól, de én úgy gondolom, hogy a challenge-ben az a probléma, hogy a legtöbb challenge-ben, amit legalábbis én látok online nélkül, ugye nélkül, minimum 100 emberek szoktak jelentkezni. Hallod, én ezt most nagyon körbeírtam akkor, de ha a kérdés erre terjed ki, akkor hogy így... Nincs különbség, mert ott is mindenki megadja személyenként az alapadatokat, amiket kérek. És azok szerint mindenkire ki van egyenként dolgozva, a céljának megfelelően minden. Viszont de ha ez így nálad, mert tudom, hogy másnál nem így van, mert aki 150 meg 200 embert vesz fel a challenge-be, az nekem nem mondja, hogy személyre szabja mindenkinek a programot, de ha nálad így van, akkor viszont felteszem a kérdést, hogy akkor mi a különbség a challenge és az online coaching között, hiszen ha mindenkinek személyre szabott az edzésterv és az étrend, akkor végül is, akkor az igazából, online... Igazából itt csak annyi, hogy a challenge az egy verseny. Az online coaching, az meg online coaching. Viszont akkor van még egy kérdésem. Csak az egyiknek úgymond van tétje. Ennyi. Külön, hogy megkérdeztelek volna, tudom, mert biztos vagyok benne, hogy a challenge az jóval olcsóbb mindenkinél, mint maga az online coaching. Így van, tehát ott arra szokott járni egy ilyen 100%-os kedvezmény, ami egyébként ad egy hajtóerőt az embereknek így pluszba. Viszont akkor megint van egy kérdésem, hogy akkor számodra hogyan éri meg a challenge?
hogyha sokkal kevesebb pénzt kérsz a challenge-ben, majdnem ugyanazért, mint amit az online coachingban szolgáltatsz. Nem, nekem igazából mindig az alapvető szempont az, és ez most lehet, hogy kicsit közhelyen fog hangzani, de nekem mindig az alapvető célom az, hogy minél több ember erre felkapja a fejét, és minél több ember, aki eddig nem merte, vagy nem akarta elkezdeni, az kezdje el, mert ha komolyan veszi, nem fogja megbánni. Tehát itt az első és legfontosabb tényező az az, hogy elkezdjék, és akinek segítségre van szüksége, annak tudjak segíteni. Na ezért beszélgetek én veled, eszembe nem jutott volna egyébként ez, hogy a challenge ez egy nagyon jó önmarketing, egy nagyon jó módszer arra, hogy magadat oda tedd az ismertségi listára, meg egyáltalán az, hogy reklámozz magad, meg arra, hogy az emberek kedvezményes áron próbálhassák ki esetleg a coachingot, még ha nem is teljes kapacitással, de azért mégis valamilyen formában. Mondjuk erre pont nem gondoltam. Jó, akkor viszont a következő kérdésem, Sanyi, személyre szabás. Én úgy veszem észre, hogy nagyon sokan ezt a szót, ezt a kifejezést, hogy személyre szabott program, totál félreértik. Azt gondolják, hogy majd valakinek halat fogok előírni, meg valakinek meg majd csirkét, meg valakinek uborkát, de a negyediknek majd paradicsomot, mert mindenkinek valamit személyre kell szabni, meg az edzőteremben is ugyanezt hiszik, hogy valakinek 6 ismétlés kell, van akinek meg 8, meg valakinek a feldepados fekvanyomás kell, van akinek meg a 1 fokkal lejjebb lévő feldepad, tehát teljes homályban vannak az emberek, hogy mit is jelent a személyre szabás valójában, de a te olvasatodban leegyszerűsítve röviden, mit jelent a személyre szabás? Mert tutira nem azt, hogy az egyiknek 5 paradicsom kell, a másiknak meg 4. Hát a személyre szabás az mindenképp az úgy fog létrejönni, hogy az általam kért alapadatokat, azt mindenki szépen továbbítja nekem. Tehát itt neme, súlya, életkor, magasság, fizikai aktivitás, nagyon sok mindent fel lehet sorolni, de vérnyomás, pulzus, étalallergia, intolerancia, autoimmunbetegség, ízületi probléma vagy sérülés, tehát itt teljes skála van, amit ki kell tölteni. Mert csak az alapján lehet ténylegesen mindenkire úgymond személyre szabottan elkészíteni ezt az egész történetet. Tehát mondjuk, ha most adott esetben van valaki, akinek mondjuk pajzsmirigyoló működése van, az nem fogja megkapni mondjuk Jóska Pistának az étrendjét, akinek a zöldség palettája tele van, mit tudom én, brokkolival, karfiollal, kelbimbóval, meg ilyenekkel. Érted? Tehát itt azért ezt nem lehet azt mondani, hogy ez egy sablonos dolog, mert nem sablonos dolog, mert mindenkire úgy van kidolgozva, hogy az adott embernek jó legyen. És ugye nem elhanyagolandó tényező a cél sem. Tehát attól függ, mi a cél. Ha most van egy hölgy, aki adott esetben mondjuk legyen 80 kiló, és ő leszeretne fogyni egy ilyen 62-63 kilóra, akkor nyilván neki a mennyiségeket ahhoz a célhoz megfelelően fogom megadni. És mind a mellett, hogy levetítem neki a napi kalóriabevitelét, az étkezésenként elfogyasztott kalória makró mennyiségeket, mind a mellett én táblázatszerűen szoktam nekik felsorolni az ételtípusokat, és azon belül azt, hogy abból hány grammot fogyaszthat el feltéve, hogyha nem szeretne így nagyon számolgatni. Tehát itt azért eléggé úgymond mindenki elé ki van terítve a kártya. Oké, tehát most így ebbe a dologba, amit most mondtam, hogy le vannak grammozva a dolgok, tehát jó, nyilván... Hogyha most azt írom, hogy átlagosan a zöldségekből fogyasszál el 160 grammot, lehet vegyítve, nyilván lesznek azért eltérések, de nem drasztikusak. Persze, úgyhogy mindenki azt szereti egyébként, ami a legkönnyebb. És az általában az, hogy nekem nem kell számolgatni, csak jó, ott a gram, ráteszem a mélegre, kész, ennyi. De viszont valaki meg azért elmerül ebbe a dologba, használ alkalmazást, számogat, amúgy ez nincs rajta a listán, amit a Sanyitól kaptam, de megkérdezem, hogy ehetek-e, és akkor, ja persze, hogy ehetsz, akkor jó, mert amúgy beleszámoltam, és az eredmény kijött, akkor nincs hiba. Ja, tehát itt nagyon sok ételtípust lehet fogyasztani. Tehát itt nincs azért olyan, hogy mondjak le mindenről, meg de ez is már túl elcsépelt ahhoz, hogy mondjam, hogy a fogyásnál a legfontosabb tényező az, hogy deficitbe legyél. Kész, pont. Tehát ez megvétózhatatlan. Na, erre van egy piros cetli, amit itt felírtam magamnak erre a mondatra, amit mondtál.
ha maradsz egy másodpercre, meg is van. Ha ezt így van, ahogy mondtad, már pedig ez bizony így van, ahogy mondtad, és 2024-ben a csapból is ez folyik, amit mondtál, akkor szerinted a te véleményed alapján, hogy a jó büdös francba lehet az, hogy az olyan, emberek, mint például a Schubert Norbi, még mindig léteznek, és még mindig a képernyőre kerülhetnek. Mi lehet az oka? Nem tudom, tehát ő azért már elég régóta a köztudatban szerepel, és hát nekem is úgy az emlékeimben így a legkorábbiakban úgy van meg, hogy Norbi duci tréning, videókazetták, meg ilyenek. Hát 25 évtől, 20 év. Ő azért, amit megcsinált, azt mondjuk ki, hát azt ő kurva jól megcsinálta. Egy zseni a pali. És akkor a követő tábora van neki a mai napig, hogy az félelmetes. Tehát őt lehet őt akárhogy támadni, amúgy ő, amit megcsinált, ő azt jól csinálta. Én egyébként, én már rengeteg Q&A-t megválaszoltam ezzel kapcsolatban, hogy nekem ő egy abszolút egy ilyen vegyes érzés, mert... Az. Ha ő, úgy nézem őt, mint jelenség, vagy mint egy üzletember, vagy mint egy marketing termék szinte, akkor gyakorlatilag ezt szerintem Magyarországon senki nem csinálta jobban. Talán Bélát és a Cutler láncot tudnám hozzáfogni, senki más. De ott a probléma, hogy amit mond, az egész egyszerűen csak teljes baromság. Erre ezt nem lehet máshogy mondani. Most azt én azt értem, hogy emberek millióit vezette rá ugye az elmúlt 2,5 évtized alatt arra, hogy odafigyeljenek arra, amit esznek, ami egy zseniális dolog. Most az, hogy a háttere az most hazugság vagy nem, az teljesen mindegy, mert a végeredménye az, hogy milliók lefogytak vele. Így van. De ettől függetlenül, főleg az elmúlt 10 évben, miután most már ugye létezik internet és információ áramlás, az emberek azért rájöttek, hogy amit mond, az teljes kutyafüle baromság úgy, ahogy van, és még mindig nem tűnik el. Tehát ez az ember nem adja fel, nem hajlott meg, nem kezdett el olyan irányba menni, aminek van értelme, hanem ugyanazt a baromságot egyszerűen hajtogatja, és nem értem, hogy az emberek hogy dőlhetnek be ennek még. Tehát szerinted mi az oka annak, hogy ez az egyszerű információ, amit az előbb elmondtál, ez szó szerint a csapból is ez folyik, és még mindig nem értik az emberek. Még mindig azt hiszik, hogy attól fogysz, hogy X ételt nem eszel, X ételeket meg eszel. Úgyhogy ez nem tűnik el. Leginkább azért, amit az imént elmondtam, hogy mindig mindenkinek a legkönnyebb út kell. És hát ugye a Norbinak vannak kajái, mindenféle fajta, és akkor ezt vegyük reggelire, ezt vegyük vacsorára. Tehát minden a kezükben van. Tehát nekik nincs szükségük arra, hogy tisztában legyenek a tudás hatalmával. Vagy hogy gondolkodnak. Hát persze. Tehát most egy átlagembernek ez nem célja. Tehát én le akarok fogyni, és akkor így kész. Tehát sokan segítséget is, ami nem baj. Tehát segítséget is azért kérnek, mert amúgy, hát valljuk be, azért ez nem egy atomfizika. Vagy legalábbis így támomra nem az. Nem is. Bizony nem. Ugyanakkor még ezzel kapcsolatban is vegyes érzéseim vannak, mert sokan meg szokták kérdezni, mi a véleményem erről, meg arról az elmebetegről. Tipikusan ezek a nagyon hülyék az interneten, tudod? Ilyen influencerek, meg ilyenek. És mindig azt mondom, hogy ugyanakkor, ha nem léteznének ezek az emberek, akik mindenhonnan baromságot terjesztenek, akkor nem is lenne igazán szükség például az én munkámra, meg a tiedre. Hát igen. Belegondolsz? Mi azért tudunk létezni, mi azért tudunk pénzt keresni azzal a tudással, amit megszereztünk, mert léteznek olyan emberek, akik átverik a többséget. Ha nem léteznének ilyen emberek, akik átverik a többséget, akkor nem lenne szükség azokra az edzőkre, akik meg ezt kijavítják. Szóval végül is nem tudom azt kívánni, hogy bárcsak ne léteznének ilyen emberek, mert akkor valószínűleg én se léteznék. Igen. Szóval nem annyira egyértelmű fekete-fehér kérdés ez. Jó. Ugye beszélgettünk itt a személyre szabásról, meg Norbiról, meg ilyenek, viszont én ugye kérlek téged, és tudom, hogy milyen transformációkat csinálsz, és azok alapján két kérdés merül fel bennem. Az egyik az, hogy legyen a másik, mert az egyik az hosszabb idő lesz, mint a másik. Kezdjük a másik kérdésemmel. A másik kérdésem az az, hogy mi a legnagyobb testsúly, amit eddig valakiről sikerült lefogyasztanod? Tehát mi a legnagyobb transformáció, amit valaha megcsináltál eddig? Mekkora a legnagyobb súlyvesztésed? Gondolkodom, mert ez egy igencsak jó kérdés. Plusz 60, plusz 70 kiló? Basszus, közben átkapcsolt a telefonom alvó üzemmódra. Várjál. Bocs. Nem baj.
minden átment fekete-fehérbe. Alvás üzemmód, igen. Kikapcsolás, jó. Na, szóval. Na, vissza is értem. Na, mennyi volt a legnagyobb súly? Hát azért nem akarok a számokkal dobálózni, mert volt már olyan kliensem, aki már én előttem is leadott egy x kilót, meg utána velem is leadott még 25-öt. Tehát most így összességében lefogyott 65 kilót. De viszont van olyan srác, akivel úgy ténylegesen a nulláról indultunk, teljesen végig, és akkor ő, hát ő 43-at fogyott. 43-at fogyott. Na, az már de, igen. Volt korábban egy hölgy, aki szintén ugye elkezdte ezt az egész történetet így egyedül, aztán ugye megkért, hogy segítsek, becsatlakoztam, és az ő fogyása is ilyen 80 kiló körül volt egyébként. Ja. Vannak nagyon, nagyon durva átalakulók egyébként, de hát ugye hát ez nem 12 hét azért. Tehát... Pontosan erre akarjuk adni. Keményen hónapokat, vagy az évet, tehát itt ott kell lenni. Pontosan erre akartam kiukadni, mert nekem is ugye van egy nagyon-nagyon kedves kliensem, akivel szerintem majdnem 100 kiló mínusz lett meg, de persze annak egy nagy rész nélkülem érte el, én valószínűleg azt hiszem az utolsó, ugye, ahogy mondod, az utolsó 30-40 kilónál szálltam be, és ami ezzel kapcsolatban ugye érdekes lenne számomra, hogy a te olvasatoddal mit kell más csinálnia annak, aki nem 90 kilóról szeretne mondjuk 82 kilós formába kerülni, hanem aki valóban ugye ez a morbidly obese, tehát a nagyon súlyosan elhízott kategóriában kezd el diétázni, tehát 140, 150, 160, akár 170 kilós testsúlyjal vág ennek neki. Tehát mik azok a dolgok, amiket ilyenkor másként kell csinálnod, mint edző? Hát figyelj, én leginkább, amikor egy ilyen mértékű elhízásról beszélünk, hát az elsődleges szempont mindenképpen az, hogy kicsit át legyen reformálva a táplálkozás. Tehát ha már ekkora súlyról beszélünk, még ott igazából nem kell neki feltétlenül szükségesen lejárnia az edzőterembe, meg ilyenek. Tehát az elsődleges szempont legyen az, hogy kicsit változtassuk meg a táplálkozásunkat, szépen utána hétről hétre jönni fog az eredmény, mert ugye miért is ne jönne. És amikor tegyük fel, mondjuk fogyott a 140 kilóból, lement 120-ra, mert most mondok egy számot, mert általában a futópadok 120 kilóig terelhetőek. Akkor utána már simán mehet. Simán mehet. De egyébként van olyan, aki mondjuk megüti ezt a súlyt, ezt a 140-et, és ő azt mondja, hogy hát ő akar otthon edzeni. Na hát itt is elgondolkodok a dolgokon, hogy otthon edzés, saját testsúlya, meg ilyenek, tehát oké, lehet csinálni kicsit korlátozottan, tehát a korlátozottabbtól is korlátozottabban, de működik, de mindenképpen azt mondom, hogy először érjünk el egy olyan testsúlyt, amivel már ténylegesen tök jól lehet mozogni. Egyébként tök jó, hogy mondtad ezt az otthoni edzés dolgot, meg ugye a nagy súly kapcsolatát, mert például én például otthoni edzés programot, tehát saját testsúlyos programot soha nem írok senkinek. Aki nekem azzal jön, hogy ő saját testsúlyjal akar otthon bóckodni, én erre azt mondom, hogy ehhez neked nem kell online coach. Nem veszed ezt komolyan. Ez még eszembe jut. Otthoni edzés, otthoni eszközök. Figyelj! Amikor a csajszi, vagy a srác lefotózza és küldi nekem az otthoni eszközöket. Azért, na jó, most azért lehet, hogy meg fognak kövezni engem, amit nem akarok, de tudod, mit tudom én, tehát 80 kilós a csajszi, és akkor lefotózza, hogy van neki otthon húzózkodó rúdja, és akkor mi nem tudom, minek, meg hula-hop karika. És így, hogy ezek jók lesznek, tehát semmi ilyesmi. Tehát én nem szoktam ilyenekkel bóckodni, hogy hullaapkarika, meg bokasúly, meg ilyenek, meg ezek, tudod, meg ezek a vékony izék, ezek a vékony gumik. Nem. Tehát... Nem, én is azt mondom, ha van annyi elszántság benned, hogy segítséget kérsz pénzért, akkor legyen már meg benne bassza, meg annyi elszántság, hogy elmész egy tetves edzőterembe, és komolyan veszed ezt a dolgot. Meg mondok egy másikat, mert ez nagyon is említett. Most itt
elvicceljük az otthoni edzést, de ennek az a problémája, hogy aki egy kicsit is jobb fizikai állapotban van, mint az átlag, annak az otthoni edzés nem lesz elég. Aki viszont sokkal rosszabb fizikai kondícióban, mint az átlag, mint ahogy mondtad, mondjuk egy 160 kilós ember, aznak meg túl nehéz lesz a saját testsúlyos edzés, ellenben egy fekvenyomó gépen be tud állítani 20 kilós terhelést. Viszont ha fekvőtámaszt szeretne csinálni, akkor az olyan lesz, mint a 120 kilóval próbálna meg fekvenyomni, ami nem fog menni. Ja. Tehát ez a probléma. Mindenképpen izületkímélőbb dolog, hogyha edzőterembe megy el az ember. Ez egyértelmű. De viszont azt nem állítom, hogy az otthoni edzéssel nem tudnak eredményt elérni. Tehát, hogyha most megmondom neki, hogy jó, akkor ott van a Decathlonban a 20 kilós súlyzó készlet, és beszéljünk egy átlag emberről, már egy pár súlyzóval rengeteg dolgot lehet csinálni, és neki, akinek mondjuk nem igazán van edzés múltja, de ugye ez is egy másik kérdés, hogy van edzés múlt vagy nincs, ha van, akkor mennyi, ha nincs, akkor sem ennyi, de hogyha otthon elkezd edzeni, és elkezdi az ellenállós edzéseket, neki az akkor is tökre jó lesz. Tehát itt azért volt olyan csaj, aki 20 hét alatt lefogyott 25 kilót, és csak annyit csinált, hogy ha volt egy kézi súlyzó szettje, meg volt egy ilyen, tudom, hülyeségnek tartod, de volt otthon, meg kértem tőle, hogy vegye meg, és hát neki miért is ne lenne jó, ilyen állíthatós gumikötélszett, ugye, aminek az ellenállását lehet állítani. Tehát az tökre jó, tökre jó. Azt, amit hozzáteszek, nagyon jó, amit mondasz, ezt az egész ilyen gumiszalagos fasságot, nem. Akkor szoktam kinevetni, amikor ezt valaki olyan akarja használni, aki amúgy jár edzőteremben, és van hozzáférés és eszközökhöz. De az ott edzést is definiálni kell, mert ez a szó amúgy nekem számomra nem jelent semmit, hiszen van, akinek egy komplet edzőterem van berendezve a garázsba, és akkor hogyan mondod ennek az illetőnek, hogy az otthoni edzés a szuboptimális? Hát megvan neki minden eszköz, ami egy edzőterembe is megjönne. Igen. Akkor ugyanazt fogod elérni, mint egy edzőterembe, de amikor valaki azt mondja, hogy ő otthon szeretne edzeni, és tudod, ilyenkor az első kérdésem, hogy mondtad is, hogy fotózzuk már le az eszközöket, ami otthon van, és nekem küldenek olyan képeket, hogy basszus, van Smith keret, guggolóállvány, lábtoló, 40 kilói kézisúlyzókat, akkor széteszem a kezem, és azt mondom, hogy basszus, olyan, mint edzőterembe járnál. Viszont, ahogy mondtad, van, aki lefotóz két darab ekkora rózsaszín súlyt, mert egy húzózkodó állványt, meg egy bordás falat, és akkor azt mondom, hogy basszus, ez így eléggé be vagyunk korlátozva, az a bűnös helyzet. Igen. De még egy gondolat ide. Tehát ugye sokan nem tehetik meg azt az életkörülményeik miatt, hogy ők eljárhassanak edzőterembe. Most például vagy azért, mert anyagilag nem tehetik meg, vagy mondjuk vagy azért, mert mondjuk van nekik otthon egy kis gyerek, akire vigyázni kell, meg vinni a bölcsibe, vagy újba, vagy mit tudom én hova. Tehát, hogy időhiány. Persze nyilván mindenkinek arra van ideje, amire akarja, de hogyha ő akarja, már pedig akarja, akkor otthon hetente 3-4 alkalommal ő tud mozogni egy órát, ami tök jó, és már is tett magáért valamit. És te hogyan kezeled azt, amikor valakinek irreális elvárásai vannak, hogyan tudod közölni valakivel a realitást? Bár megmagyarázom. Például, ha már itt vagyunk, hogy otthoni edzés. Van, aki azzal keres meg, volt ilyen, hogy ő szeretne jelentősen izmosabb lenni, sokkal izmosabb, stb. Majd ugye kiderül, hogy otthoni edzésről lesz szó. Akkor tudod, hogy azért oda fognak kelleni súlyok hosszú távon, és akkor közli, hogy de nincs ideje edzőterembe menni, meg stb. És nekem ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy én autóversenyző akarok lenni, de nem, nincs pénzem autóra. Hát figyelj, ha nincs pénzed arra, hogy elmenj edzőterembe, akkor valószínűleg normális étkezésre sincs. Ha nincs pénzed normális étkezésre és elmenni terembe, akkor valószínűleg az otthoni edzőtermedet sem fogod tudni berendezni elegendő súllyal, mert egyébként ezek az eszközök meg maga a súly, tárcsák is rohadrágák, hogyha nem tudsz elegendő súlyt használni, akkor nem leszel izmos. 20 kilós súlyokkal senki nem lesz igazán izmos, csak maximizmusabb ahhoz képest, ahol vagy. És hogyan közled az emberekkel azt, hogy totál irreális elvárásaik vannak az ő saját helyzetükhöz képest? Hát, én meg szoktam mondani nyersen a tutit. Tehát ez most bármennyire is bunkó hangzik, de én nem szoktam köntörfalazni. Tehát, hogyha most lefotózza az eszközeit, mondjuk amiket te is mondtál, én megmondom, hogy ez semmit nem ér, egyik se. Mondom, tessék, itt van mondjuk ez a kettő, ezt rendeld meg otthonra, és akkor ezzel fogod tudni csinálni. De ha mondjuk ő azt mondja, nagyon is volt, hogy úgy keresett meg, most vagy poénosan fogta fel, vagy nem, és akkor
odaírta a célnak, hogy testépítő versenyt akarok nyerni. Jó. Tehát volt ilyen amúgy. Nem tudom, tehát annyira nagyon nem jellemző amúgy, hogy ilyen nagyon irreális célokat tűzenek maguk elé az emberek. De ha úgy van, én persze megmondom, de ez most ugyanaz például, mint a versenyzés. Tehát, hogyha valaki mondjuk abszolút alkalmatlan hozzá, genetikájából adódóan, akkor nem azt mondom, hogy engedd el, mert nem fogsz végezni sehol, hanem én felkészítem arra, hogy oké, belevághatsz, persze, de mondom, ne számíts arra, hogy mondjuk a top 5-ben benne leszel. Feltéve mondjuk csak akkor, hogyha kb. 5 induló van, mert akkor benne vagy. De nem. Tehát én azért megmondom, hogy mire lehet számítani. Nagyon örülök neki, hogy mondtad. Egyébként, akik ezt most nézik, és nem tudják, mi egyébként eszméletlen vérremenő ellenfelek vagyunk már. Ugyanarra a versenyekre készítünk versenyzőket, ugye, akik nem tudják, neked is, te is főleg naturál versenykészítő vagy, ott vagy állandóan a naturál versenyeken. Csak naturál felkészítő. Szuper, mert én is csak naturál versenyzőket vállalok, és ugye ugyanarra a versenyre készítünk majd most fel több embert, és én azt hiszem, hogy 4 vagy 5 emberre megyek a június 1-i versenyre, de nem ez a kérdésem, hanem azt, hogyan kezeled, mert biztos vagyok benne, hogy jártál már így, ahogy az előbb említetted is, hogy valaki megkeres azzal, hogy ő szeretne mondjuk egy 5-6 hónappal ezutáni versenyre felkészülni, naturál módon, stb., és te azt látod, hogy ez teljesen halott ügy. Hogyan tudod az illetőt felkészíteni arra, hogy nem lebeszélni, hanem felkészíteni arra, hogy ez a fizikum még nem elég, de ez nem jelenti azt, hogy nem érdemes elindulni, mert azért az élmény az egy élmény. De mi az a szint, amire azt mondod, hogy ehhez nem adod a neved? Ezt nem tudom máshogy fogalmazni. Hát mindenképpen megmondom, ezt a szezont még hagyjuk ki, és inkább készüljünk a következőre. Aztán, de amúgy meg figyelj, most ez is relatív, mert hogyha úgy megy oda a versenyzőt, hogy ő felkészült, tehát tényleg felkészült, és ha genetikailag nem is csoda, de tisztességesen felkészül, megvan a szárazság, meg abszolút minden, akkor én ahhoz adom a nevem nagyon szívesen. Mert a fizikuma, az izomzata az tükrözni fogja az, hogy neki mennyi munkája volt benne. Érted? Tehát, hogyha most neki nincs egy olyan széles vállöve, és én tudom, hogy az neki úgyse lesz elég ahhoz, hogy ott végezzen az élmezőnybe, de viszont olyan a fizikuma, hogy beszarsz, akkor persze, csináljuk, hát meg neki ez egy álom, hát meg kell élni. Mindenképp. Tehát én ilyen szempontból, tehát nem veszem el úgymond senkinek se a kedvét, de megmondom, hogy várjunk még egy kicsit, várjunk egy fél évet, kicsit még alakuljunk, vagy éppenséggel majd jövőre, javítsunk az arányokon, amennyit lehet, és akkor szépen neki szaladunk. Meg ha mondjuk megkeres egy ilyen 4-5 hónappal előtte, és akkor igazság szerint még nem is indult egyszer se, hát ott azért még elég nagy munkák vannak ezzel kapcsolatban, mert ott hangsúlyt kell fektetni a pózolásra, meg sok mindenre, színpadi mozgásra, a bírókkal való kontaktot azért úgy mégis célszerű gyakorolni, tehát hogy nem magunk elé nézzünk, ha pózolunk, meg nagyon sok mindent kell a fejükbe beletenni. Amit... Azért kérdeztem mondjuk ezt, mert ugye nézem az eredménylistádat, mert kénytelen vagyok, mert az én versenyzőim ellen versenyzem, te versenyzőid, és ugye a legutóbbi szezonban a te versenyzőid az én versenyzőim előtt végeztek, és látom azt, hogy nagyon sikeresek a versenyzőid. Ugye rengeteg első, második, harmadik helyezéseket hoztál el tavaly. Mennyire tartott fontosnak azt, hogy ezt az eredménylistát meg is tartsd? Értem ezt úgy, hogy nagyon sokan az átlag emberek közül az alapján mérik le egy edzőnek a tudását, hogy hol végeznek a versenyzői, ami tudjuk, hogy nem feltétlenül így van, mert ugye genetika, stb. Annak versenyfelkészítő edzők, akik konkrétan a legjobb genetikájú sportolókkal versenyeznek, ugye, és így értelemszerűen mindig a legjobb helyezéseket fogják elhozni, talán függetlenül attól, hogy ez a coach mit tud. Hol van az a pont, ahol azt mondod, hogy mivel a versenyzői többsége az első, második, harmadik helyezésekért megy, mondanád-e azt valakinek, hogy nem vállod a készítést, hogyha látnád, hogy ez
ez a mezőny legvégén fog végezni, akármit csinálsz. Tehát neked ez beleférne? Fergetegesen jó kérdést tettél fel amúgy. mert itt ez az egész dolog igazából ez csak az egóról szól. Amúgy. Figyelj. Én azt gondolom, hogy azért már annyit tettem le az asztalra, hogy az emberek tudják azt, hogy ehhez mégis mennyi tudásom van. És ha mondjuk van valaki, aki mondjuk ránézek, és hát jó, de ez mindig mezőnyfüggő. De ha ránézek, és kb. A középmezőnybe fog végezni, tehát én nem fogom neki azt mondani amúgy, hogy hagyjad a picsába. Tehát valahol mindenkinek el kell indulnia, és mindenkinek szüksége van arra, hogy iránymutatást kapjon. Érted? Tehát így... Nem, tehát ezt csinálni kell. Csinálni kell. Tehát az első versenyemen én is negyedik lettem. Érted? Tehát így nem lehet azt várni, hogy egyből nyerni fogunk. Jó, persze, nyilván, hogyha tudod, hogy kivel dolgozol, meg te látod azt, hogy mi van benne, akkor, tehát figyelj, itt volt például a tavalyi évben a Bíró Robi, aki a klasszikot megnyerte. Tehát 14 atléta ott állt a színpadon, mindenkinek már komolyabb edzésmódja volt, és akkor itt volt a Robi, akivel másfél évig dolgoztam. Úgyhogy ő a nulláról indult, mert egy átlagos elhízott apuka volt. És akkor engem megkeresett online coaching keretein belül, na, hogy ő szeretne kicsit fogyni, meg ilyenek, és akkor tudod, elkezdtük a munkát, eltelt 3 hónap, jó, menjünk tovább, és akkor tudod, én néztem a srácot, hogy az meg ez kurva jól alakul. Hát ez mondom, ez félelmetes. És akkor a fél éves munkaciklusunknál jártunk, és így mondtam neki, hogy az meg csináljunk már egy versenydiétát a végére, meg egy kis próbavízhajtást, hogy azért úgy mégis tudod, megcsináltuk. Kár volt, mert az én versenyzőm végzett mögött a második helyen, ha jól emlékszem. Ezt, figyelj, megcsináltuk így fél évnél, és akkor Robi, azt megmondom, neked versenyezni kell. Tudod. És akkor onnan jött az egész történet, elültettem a bogarat a fülébe, és akkor utána 6 hónap után ugye még dolgoztunk, és egy másfél éves edzés múltal felment a színpadra és nyert. Kár volt. Felment a színpadra és nyert. Ja. Hát így... Na most, akik nézik ezt, azoknak érdemes tudni, hogy nálad nagyon késő van, már bőven elmúlt 10 óra, és én megígértem, hogy nem tartalak itt sokáig, de... Ne haragudj, ezt most meg kell szegnem egy picit, két dolog, ha még az belefér neked, két kérdés, jó? Mondhatnám, hogy még idő, mint a tenger. Akkor jó, mert ez a srác, akit most említettél, ez felhozott bennem egy pár extra kérdést, amit abban a pillanatban, hogy ezt a mondatot kimondtam, el is felejtettem, hogy mi lett volna ez az extra kérdés, mert ez nem így szokott működni. Várj, adj 5 másodpercet, és eszembe fog jutni. Megvan. Akik ugye nem tudják, bár említettem a videó elején, ugye, hogy te admin vagy több Facebook csoportban is, és ott ugye posztolsz, egy nagyon nagy népes csoportról van szó, és ugye emlékszem ezekre a posztokra, ezt a srácot is megosztottad ugye verseny előtt nem sokkal, és szeretném tudni, hogy hogyan kezeled a kommenteket. Ugyanis én rosszabbul kezelem a neked szóló kommenteket, mint te magad, én ugyanis kikészülök az idiótáktól, meg a... Igen. Meg sztervusz, meg az elején amúgy még, az elején nagyon bántott, meg idegesített, meg tudod, mindig meg akartam mondani, meg bebizonyítani az én igazamat, meg mindenkit meggyőzni, de amúgy meg, ha valamit írnak, én már nem reagálok semmit, tehát én már itt tökre leszarom amúgy, tehát így nem érdekel, tehát így főleg úgy, hogy tudod, így ránézek a profiljára, megnézem, hogy ki írta, hagyjál már, tudod, tehát nem. Már nem tud megmozgatni. De az persze igen, emlékszem, volt egy csaj, és akkor ő mindenhez hozzászólt, tehát ilyen nagyon durván kötekelett, de én még arra sem reagáltam, és így meglátom, hogy Jakas Sándor hozzászólt, és így nézem a kommentet, és akkor takarodj már innen. Hát a nézőknek mondjuk el, hogy miről van szó, ugye akármit kiposztoltál, szó szerint akárkiről akármit raktál ki, ez a szerencsétlen minden egyes posztod alá odaírta, hogy
És mikor adsz már nekünk valami ingyen információt, mindig csak a képeket rakod ki, miért nem írod ide, hogy hogy csináltad? És itt megkérdeztem ezt a szerencsétlen nyilván először normálisan, hogy ő mikor dolgozott utoljára ingyen. Tehát, hogy ő mikor végzett munkát ingyen, szeretetből, mert hogyha valaki kérdezi tőled, hogy írd már ide le, hogy hogyan csináltad ezt a transformációt, akkor gyakorlatilag azt kéri tőled, hogy mondj el olyat, amit másnak pénzért szolgáltattál tudást. Nyilván udvariasan kezdtem, aztán esetleg nem feltétlenül úgy folytattam, mert az illető nyilvánvalóan fogyatékos volt, remélem eltűnt a csoportból azóta. Ugye én is, amikor kiposztolom, például vagy kiposztoltam ugye a Nagy Janit, aki második lett a Naturál Olimpián, vagy a Ráduli Ervin, valami félelmetes 100 kilós izomtömeget mutat fel naturálon, vagy a Dávidot, aki egy mutáns, és én tudom, hogy ezek a srácok naturálok, mert évek óta együtt dolgozunk, tudom, tehát az szó szerint a kezemet tűzbe tenném azért, hogy ők naturálok, és eszméletlenül dühít, amikor ezt az emberek nem hiszik el, és nem tudom ezt igazán kezelni, ezt megmondom őszintén, ez nem titok, viszont ti ketten a Pistivel félelmet. Mert nekem több olyan versenyszezonom volt, hogy sorra hívták le versenyről versenyre a versenyzőimet a doping ellenőrök. Érted? Tehát most így volt a papemese, akivel hát elég jó kis szezonokat megéltünk, és volt egy verseny, ahol így lehívták, és hát ugye vizeletvizsgálat, tudod. És akkor szerencsétlen pisilni amúgy alig tudott, tehát volt 3 óra hossz, amire kijött belőle az a mennyiség, aminek ki kellett jönnie, és tudod, felküldték a vizeletet Németországba, jó, és akkor tudod, várni kell az eredményre 2-3 hét, de amúgy meg az a durva, hogy tehát így utána a rákövetkezendő versenyen is volt valaki, elvitték az Andreát, ilyen tűszúrás nyomokat keresgéltek rajta, meg ilyenek. Tehát így ilyenek, és akkor tudod már, mikor látom, hogy már jön a hölgy, a doping ellenőrös, hogy már tudod, hogy tudod már megint, de amúgy tökre nyugodt vagyok, mert tudom, hogy mi van. És tehát most ebből azt akarom kihozni, hogy az ilyen emberek, akik ezt megkérdőjelezik, hogy ott a versenyző, aki naturál versenyen indul, hogy ő naturál-e. Tehát ők azt gondolják egyébként, hogy te, aki az edzője vagy, és a munkádat végzett, tehát te most így besároznád a nevedet. Ja, érted? Pontosan. Meg ilyen negatív szar reklámot csinálnál magadnak, hogy te egy csaló vagy. De igazából most így ezt tudhatnánk egyébként az online coaching eredményeire is, mert ugye nagyon sok hitetlen van, aki nem hiszi el. Aki azt mondja, hogy ez lehetetlen, tehát ennyi idő alatt ennyit alakulni nem lehet meg izé, de amúgy már mégis mit gondol? Az, hogy én kirakom a kamut. Direkt azért van felírva, tehát oda van írva a kliensnek a neve. Tehát, hogyha nem hiszi el, keresse meg és írja rá. Azt kérdezze meg tőle. Tehát itt nincs ilyen. Mert ez mutatja, hogy az emberek egyrészt mennyire kis hitűek, másrészt meg mutatja, hogy nem. Meg amikor azt írja kommentbe, hogy hát ő már 20 éve ezt csinálja, és hát ez tudja, hogy nem lehet, hát haver, akkor azt a 20 évedet húzd a kukába. Mert a felesleges volt, amit addig csináltál. Tehát a saját tudatlanságát árulja el ezzel. De ugyanakkor azt hozzáteszem, megmondom őszintén, hogy ugye 3-4 évvel ezelőtt kezdtem el naturál versenyzőkkel foglalkozni, és megmondom őszintén neked... Akkor én. Én is voltam úgy vele, két srácnál eddig, akiknél nem azt mondom, hogy kérdőre mondtam, de úgy erélyesebben leírtam nekik, hogy én elhiszem, hogy naturál vagy, de ha nem, mondd meg, mert a verseny után kiderül, és az rajtam fog csattanni. Tehát én is látok olyan naturál versenyzőket, akik annyira tehetségesek, hogyha 5 évvel ezelőtt látom a képeiket, lehet, hogy én is azt mondtam volna, hogy ez teljesen kizárt. De amikor az ember elkezd versenyzőkkel foglalkozni, hogy te is, meg fognak keresni azok a genetikai csodák, úgymond, akik alkalmasak a versenyzésre, és akkor fogod igazán látni, hogy mit lehet kihozni egy naturál fizikumból. Én soha nem gondoltam volna, hogy naturál el lehet azt érni, amit például az Ervin, vagy a Dávid, vagy akár a Nagy Jani megcsinált a fizikumából, tudom, hogy naturál módon. Én sem gondoltam. Igen, mert sokan szerhasználat mellett se tudnak egy akkora száraz minőségi
színpadképes fizikumot elérni. Tehát a Robinak is a versenysúlya 82 kiló volt. Tehát így 82 kilósan naturálon, hát szerintem az kurva jó. Az nagyon, bárki, aki 80 fölött van, az már egy tömegszöny naturális. És rendesen, tehát be volt száradva. Úgy, ahogy kell. Igen. Mert nem tudik az emberek, hogy például ez a srác, akit mondasz, vagy egy Ervin, vagy egy Sebestyén Dávid, az a naturál világban az olyan, mint a profi világban a Ronnie Coleman, meg a Flash Wheeler, meg a Chris Cormier. Ez nem azt jelenti, hogy valaki naturál, hogy azt bárki el tudja érni. Nem. Nem nézhetsz ki úgy, mint Sebestyén Dávid. Mint ahogy nem nézhetsz ki úgy, mint a Ronnie Coleman. Ezek tehetségek. Erre születni kell. Tehát mikor te megszületsz, vagy mikor már megfogansz, igazából már el van dőlve minden. Amúgy. Jó, most nem akarok amúgy nevekkel dobálózni, mert amúgy pont így szembe jött velem egy Beleszki Krisztiános videó, egy ilyen rövid sort, és akkor azt mondja a videóban, hogy nem létezik rossz genetika, csak kevés koksz. Hogy én ezzel nem is feltétlenül vitatkoznék egyébként. Szerintem van az a koksz mennyiség, amivel a legszarabb genetikából is egy komoly fizikumot lehet kihozni. Nem versenyzőit, meg nem győztes fizikumot, de komoly fizikumot. Itt most naturál versenyzőkről beszélünk. Figyelj, Sanyi, én megmondom őszintén, a szakmai kérdéseket elsősorban a naturál versenyzésre, a naturál vízhajtásra, a naturál töltésre, stb. Élesztem volna ki, de ezekhez a kérdésekhez már túl késő van, úgyhogy sajnos kénytelen vagy visszajönni egy második részre, hogy igazán szakmázzunk. Viszont mielőtt elengedlek, engedj meg nekem kérlek szépen 4 gyors kérdést, és mindegyikre csak 1-2 mondatban, ami először eszedbe jut, válaszolj, oké? Gyors kérdés, gyors válasz. Jó? Most találod ki a kérdést? Nem, leírtam. Nem, leírtam. Ez is alkohol téma. Szokták kérdezni, mennyire hátráltat, hogyha hétvégén megiszok egy sört a haverokkal, mennyire hátráltat, ha bedobok néha egy-egy felest, stb. Amikor egy kliens megkérdezi tőled, Sanyi, mi a véleményed az alkohol bevitelről, tömegelek, belefér-e, mennyi fér bele, stb. Mi a válaszod? Hát figyelj, az, hogy hétvégén te mondjuk adott esetben belefér, de nem kell magad picsa részegre inni. Vagy mondjuk mondhatnám azt is, hogy vannak úgynevezett csaló étkezések, és amikor a csaló étkezésed napja van, akkor belefér. Akkor jó, belemennék abba, hogy miért nem jó az izomzatodnak, stb., de az átlag embereknek ki kell engedni a gőzt. Korrekt. Egyébként az én válaszom is ez szokott lenni, hogy egész addig, míg a másnapi edzést, meg az aznapi táplálkozást nem befolyásolja, francot se érdekel. Aki ilyet kérdez, tipikusan úgysem akar versenyző lenni, lássuk be. Egyébként ezzel le is fetted a második kérdésem, mert az meg a csalóka jelet volna. Úgyhogy ugrok a harmadikra, hogyha valaki felfogad téged ugye coachnak, és azt mondja, hogy az ő esete egy kicsit specifikus, mert ő mondjuk 24 órás műszakban dolgozik, és hogy akkor a 24 órában többet van ébren, de másnap meg sokkal többet alszik, hogy akkor az étkezést szerinted hogyan kell beosztani. Tehát ha valaki azzal keres meg téged, hogy ő 24 órás műszakban dolgozik, tűzoltó, mentős, katona, ápoló, stb., akkor mit szoktál neki javasolni, hogy hogyan érdemes megoldani az étkezést, amikor műszakban van? Figyelj, egyébként amúgy megmondom őszintén, hogy 24 órás műszakos még nem keresett meg. De viszont olyan... meg nem volt még olyan, de amúgy tehát nyilván olyan volt, hogy valaki 3 műszakban dolgozik, meg ilyenek, tehát hogy össze-vissza alszik, meg stb., de viszont itt igazából én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy a napkezdés az neked mindig akkor indul, amikor felébredsz. Tehát akkor indul a napod. Most az tök mindegy, hogy te felkelsz este 8-kor, vagy éppen felkelsz reggel 8-kor, mindegy, felkelsz, indul a nap. És akkor onnantól szépen ugyanúgy a napi étkezésedet, ahogy megvan adva, úgy elosztod, és pak, kész. Tehát ugyanúgy vidd be a napi szükséges adagodat. Én is azt szoktam mondani, hogy az étkezés 24 órára szól, hogy abban a 24 órában mennyit vagy ébren, vagy mennyit alszol, az engem nem érdekel, legyen meg az átlag beviteled, és ennyi, old meg, ahogy Béla tanította nekem annó, old meg. Ja, igen. Egyébként ezzel az egyszerű mondattal az egész életemet meghatározta, mert ha belegondolsz, ebben minden benne van, amit tudnod kell testépíteni. Old meg. Old meg. Edd meg, old meg. Ez ilyen egyszerű. És az utolsó kérdésem,
visszakanyarodva a sztorihoz, amit ugye a beszélgetés elején meséltél, a 14 éves srác, hogyha megkeres téged valaki, aki diák, és ugye az a személyedző, aki egy diáknak azt mondja, hogy lazacot meg sztéket kell lenni egy nap kétszer, az szerintem egy idióta. Nyilvánvalóan egy 15 éves nem fog tudni úgy táplálkozni, mint egy 40 éves vállalkozó, aki anyagilag megteheti. Tehát milyen változtatásokat eszközölsz annál, aki diák, hiszen ott be kell vonni valószínűleg a családot, nyilván a családon múlik a táplálkozás és annak a betartása. Tehát amikor megkeres téged egy annyira fiatal kliens, hogy annak nincs saját bevétele és diákról van szó, akkor milyen különbségek vannak nálad az étrendben ahhoz képest, mint amikor egy 40 éves vállalkozó keres meg mondjuk? Hát itt először is igazából azzal képbe kell lenni, hogy a diák, neki olyan kajákra van szüksége, amik mozgathatóak, és könnyen elfogyaszthatóak a nap folyamán. Az ilyen lehet például szendvics, tehát tökre jó. Tehát abszolút. Vagy tortilla. Ezeket szépen lefóliázod, vagy lefóliázod otthon anyu apu, teljesen mindegy, és kész. Általában ugye a főtételt azt mindenki otthon eszi, vagy mielőtt éppenséggel elindul a suliba, akkor a reggelit is otthon el tudja fogyasztani. Tehát itt azért, meg mint mondtam, nagyon sok ételtípusból lehet válogatni. Nagyon sokból. És hát az otthoni főétkezést, azt mondjuk adott esetben egy családanya, azt meg tudja csinálni úgy, hogy az mindenkinek jó legyen. Mondjuk adott esetben a diáknak is, aki egyébként aktívan részt vesz egy ilyen programba. Sanyi, szívemből szóltál, mert sokan elfelejtik, hogy ők is voltak egyébként 16 évesek. Tehát amikor valaki beszól arról, hogy a szendvics, meg egy tálétel, meg menzás menü, hogy nem fér el a testépítésbe, és ezek az emberek elfelejtik, hogy az izomtömegük nagy részét 20-21 éves korukig szedik fel, aminek ideálisan nagy része diákként telik el. Tehát én majdnem 100 kilós versenysúlyt értem el úgy, hogy tonhal konzervem, meg kukoricám, meg szendvicsem, meg grillcsirkén éltem, amit megvásároltam fogtechnikusként. Tehát ez nem azt jelenti, hogy 40 évesen is azt akarom enni, én ezzel csak azt akarom mondani, hogy amikor valaki ennyire fiatal, akkor nem kell ennyire elmerülni a részletekbe, így, ahogy mondod, tortilla wrap, beletekeri a csirkét, tonhal. Nem kell annyira sarkosan csinálni ezt a dolgot, meg hát itt amúgy nagyon sok mindenkitől hallottam már, most ezt így ráhúzhatjuk a diákoknak az ételfogyasztására is, hogy gyümölcs, hát valaki abszolút a diéta alatt megtiltja, hogy gyümölcsöt tegyen a kliens. Tehát de miért? Tehát miért amúgy? Tehát, kettőben valaki azt mondta. Tehát így ez nekem így annyira nem fér össze amúgy, de mondhatnék ide más példát is amúgy. Tehát figyelj, Sanyi, nem tudom, hogy te az embereiddel hogy dolgozol, a versenyzőiddel, de mondjuk például diéta alatt, mondjuk ha azt mondja valaki, hogy jó, nekem reggelire egyébként zappelyhen van, és akkor meg van neki tiltva, hogy belerakjon 50 g áfonyát. Tehát 50 g áfonyát. Érted? Nem akarod tudni a véleményemet ezekről az emberekről. Tehát így azért 50 g máfonyába, ha most csak a cukortartalmáról kéne beszéljek, 50 g-ba 2 g. Két kurva gram. Ja. És annyira alacsony a kalóriatartalma, hogy basszus. Ja. Ellenben 100 g máfonyába, vagy 50 g máfonyába cson nélkül van, vagy 3 vagy 4 g rost. Na mindegy, csak a lényeg az, hogy igen, ez jelenték. Na mindegy, nem mindegy. Ja, tehát egy szó mint száz, úgy kell táplálkozni egyébként mindenkinek, hogy mindent enni kell. Nem szabad elvonni tulajdonképpen semmit, mert most egy fiatal szervezetnek a cukorra szüksége van, ugyanúgy, tehát a csokira, meg ilyenek. Most azért, ez most lehet, hogy furán hangzott, de a cukorra egy gyerek agyának a működéséhez szükség van, tehát kell. Nem hangzok. Két sztorit gyorsan ide beszúrok, azt még bírt ki ébren, légy szíves, gyors leszek. Az első sztori a csokiról. Dorian Yates. Nem tudom, ugye nagyon sokan talán nem hallgatnak annyi podcastet, mint én. Na most valami érdemes tudni, hogy naponta körülbelül 10-12 órában hallgatok podcastet, ugyanis én podcastet hallgatok, amikor dolgozok, podcastet hallgatok, amikor csinálom a coachingot, tudod, háttérzaj, podcastet hallgatok az autóban, és podcastet hallgatok akkor is, ha edzek és megy a füles. Én nem zenét hallgatok, podcastet, tök mindegy. Minden létező Dorian Yates anyagot végighallgattam többször is, ami az interneten fellehető. Itt egyébként valószínűleg 1000 órányi anyagról van szó, most nyilván túlzok, de a lényeg az, hogy rengeteg anyagot,
És minden alkalommal elmondta Dorian, akiről tudjuk, hogy minden idők legszárazabb, legszálkásabb, legszárazabb, legkeményebb versenyzője volt, hogy minden versenyfelkészülésben, kivétel nélkül, egészen az utolsó hétig, minden edzés után megevett egy KitKat csokit. Így van. Mert Dorian a 80-as években felfogta, hogy kalóriadeficit, a 80-as években felfogta, hogy a szénhidrát visszatöltéshez cukor kell, a csokiban ott van az a minimális cukor, kalóriadeficit nem érinti a dolgot, teljesen jól működött. És még egy sztori, a gyümölcsre rávágnám. Sokan azt hiszik, hogy ez a fajta hozzáállás, amit most ugye te is itt képviselsz, meg én is, hogy ugye a gyümölcs az igenis része a táplálkozásnak, független attól, hogy diéta vagy tömegelés, vagy akár versenydiéta, hogy ez valami új dolog. Hogy ez mennyire nem új dolog, most azt nem is mondom, hogy ezt már a 70-es években is így csinálták, meg a 80-as években, a Leahy-i könyvben, ami ott van a polcomon, le van írva, hogy Leahy-i egészen a versenyig mindig ette a gyümölcsöt. Most ettől is vonatkoztassunk el, Magyarország. A legelső cikk, amiben én azt olvastam valakitől, hogy óriási mennyiségű gyümölcsel készült be egy versenyre, az a néhai Barna Robitól hangzott el egy Pump & Flex magazinban, ha jól emlékszem, abban nem vagyok biztos, és ezt valahol a 2000-es évek legelején, tehát 2000-2001 környékén, maximum 2002 környékén lehetett ez, és akkor diákként, ugye 10 évesen, az volt a tipikus, tudod, hogy a gyümölcsöt nem szabad diétába fogyasztani, és emlékszem, hogy elhűlve olvastam ezt a cikket, hogy a Robi leírta, hogy ő a versenyig napi 2 kiló vagy 3 kiló szőlőt evett meg gyümölcsöt, és nem értettem. Persze ma már értem, de a lényeg az, hogy mintha Magyarország lenne az egyetlen ország, ami lemaradt, mert amúgy a világon 50 éve mindenhol mindenki alkalmazza a gyümölcsöt a diétába, de Magyarországon egy ilyen cikk valami teljesen unikornisnak hatott nekem számomra, és szörnyű azt látni, hogy ez a mai napig is így van. Teljesen hihetetlen, hogy az emberek félnek a gyümölcsfogyasztástól. Teljesen abszurd. Majd ezzel kapcsolatban, amikor majd beszélgetünk a versenyfelkészítésről, versenydiétáról, stb. Töltésről, majd itt ezzel kapcsolatban lesznek majd érdekes témáim, ami majd nagyon jókat fogsz nevetni. Jó. Azt most ne is nyissuk meg, mert tudom, hogy az szakmai lesz, ott tényleg mindketten jó, ha gondolkodunk, és már nagyon késő van. Még egy utolsó mondat, és utána elengedlek, akármit mondasz, elengedlek. Bár lehet, hogy erről nem kéne kamerőt beszélni, úgyhogy ha azt mondod, hogy vágjuk ki, akkor innen kivágom, és mindenkitől most ezzel elköszönök, de maradt még egy kérdésem. Akik nem ismernek téged, azok valószínűleg nem tudják, hogy te milyen autót vezetsz. Na most mielőtt megmondanád, hogy milyen autót vezetsz, vagy én ezt megkérdezném tőled, nemrég ugye te az autóból engem felhívtál videóval, és az ülésnek a teteje látszott ki ugye a fejed mögött, na most én abból felismertem, hogy milyen autót vezetsz, ugyanis ez az én álomautóm, és én ezt idén szeretném megvásárolni, de neked ilyened van. Ez nem tudom, hogy lehet-e mondani, hogy milyen autó. Lehet mondani. Majd azt meggondolom, hogy tartsuk-e meg, vagy kivágjuk-e a dolgot, de mindegy. Mert lesz ez esetésem, csak akkor mondjuk meg, hogy milyen autóról van szó. Hát egy S5-ös Audiról. Na most az S5-ös Audi az szerintem egy remek mű, és talán az autó gyártás egyik. S5-ös, szerelmes vagyok bele, és imádom, és nekem is lesz még idén egy mindenképpen, de nem is ez a lényeg, hanem hát ennél sztereotípabb autó nem is nagyon létezik egy testépítő számára. Mondjuk a színét nem kérdeztem meg, de mondd, hogy fekete. Hát mondjuk, hogy a feketének egy árnyalata, tehát a szatén szint képzeld el, tehát ez olyan, mint a matt, csak ez ilyen fényes, de amúgy sötét. Tehát ez a Shadow Line Edition, tehát amúgy egyedi, tehát így mindenki felkapja rá a fejét. Hát, nem csoda. Na most ugye, akik nem tudják, itt egy 4-500 lóerős autóról van szó. Nekem pedig ugye egy fekete, sötétített ML Mercim van, meg egy fekete BMW-m. Hát az is sztereotíp autó, de szerinted miért van az, hogy a testépítők hajlamosak ilyen sztereotíp autókat vezetni? Tehát én például nekem ez így nem volt tudatos amúgy, hogy most én az... Nem tudom, nekem így ez maga a márka, hogy Audi, tehát ez így nekem így ez lett az, ami úgy közel állt a szívemhez. Nekem ezek mindig tetszettek, amúgy. Meg amikor láttam például a Bosszúállók filmet, és így látom, hogy Tony Stark jön az izével az R8-al, azt így... Bemegyek az Audi szalomba, és nézem, ott van egy élőbe, kérdeztem, lehet-e ülni. Nem, mert ez ilyen kiállított autó, de kár, tudod. Tehát, Mert egyébként én ezt észrevettem, hogy
azért a sztereotípiáknak bármiről is legyen szó az életben, nyilván van alapja, ezt hívják sztereotípiának, ugye sztereotipizálás, és tényleg a testépítők hajlamosak vagy nagyon gyors, nagyon erős, vagy nagyon nagy autókat vásárolni, és ugye a párom szívja a véremet állandóan azzal, hogy úgy nézek ki, mint egy ukrán strici. Tényleg úgy nézek ki, hát erre nem lehet más mondani, most kopasz vagyok, bemelegítőkbe járok, meg emelmerci, de ennek semmilyen tudatos háttere nincsen tényleg, és nálad is ez egy tipikus dolog. Ha. Jó hát, formában vagy, jó kiállásod, faszti, kiszáll a versenyből. Húzhatnánk tovább is a folytát a sztereotípiákra, mert tudod, gyúrós, mindenki azt gondolja, hogy gyúrósok hülyék, na, meg stb. Tehát itt azért, na, pedig nem. És mi az oka annak, hogy a testépítők, akik ugye így erősek, azok valahogy vonzódnak az ilyen erős autókhoz? Tehát, hogy ezzel akarjuk mutatni azt, hogy mi erősek, meg fiatalosok, vagy... Ennek egyébként sokáig amúgy jobb csípányom se volt, és nem tudom, így nem is nagyon foglalkoztatott engem ez az egész, amúgy. Úgy egyáltalán venni akartam egy elektromos kerót, és akkor a legjobb barátom mondta, hogy hát miért akarsz venni? Ne legyél már hülye, hát azért már majdnem veszel egy autót. És akkor, hát jó, végül is igazad van, csak az a baj, hogy nincs jogsim. Ja, és akkor mindegy, így elkezdtem bújni a használt autót, tudod, és akkor nézem Audi A3. Ha, nekem ez tetszik, ez tök jó, tudod. És akkor vettem egy A3-as Audit, úgyhogy nem volt jogosítványom. Az és jó. Ott állt a kocsi, tudod, én meg így, hát jó. Csináljuk a jogsit, hát aztán fél év múlva beleültem. Tehát így ez volt a sztoria amúgy. Ja. Mondjuk érdekes, mert az első automat én is 3-4 hónappal a jogosítvány letétele előtt vásároltam, meg még 2007-ben, azt hiszem 2007-ben. És egyébként mondani akartam, hogy nyugtass meg, hogy nem az S5 volt az első autót, mert az úgy elég bevállalott volt. Nem. Hát jó. Azon kemény lett volna úgymond megtanulni. Én figyelj, nekem már volt azért szerintem vagy 18-19 autó meddig, de megmondom őszintén, én tartok egy kicsit az S5-től. Tehát az egy elég állat. Nem, beleülsz, ez annyira fekszik az úton, tehát a kanyarokba is annyira érzed, hogy stabil, meg ez a négy kerék, tehát ez félelmetesen jó. Nagyon megvan benne a biztonságérzet. És nem veszed észre, hogy mennyivel mész. Amit egy másik autóban meg is simán, mert remeg a kaszni, meg ilyenek, de hát itt semmi. Akkor nekem is lenne még egy kérdésem egyébként, ami tök érdekes. Mit szimbolizál számodra az a karakter, ami a pulóvereden van? Ja, ez komolyan kérdezed amúgy? Úr, komolyan? Mert akkor megválaszolom. Hát, várjál. Nyilván Son Goku van rajta, értelemszerűen. Látod a figurákat? Én az enyémet látom, a tiéd nem látom, mert ugye nem látlak. Basszus, tényleg, te nem látsz. Mert neked mi van a tieden? Hát az enyémben semmi, csak éppen mögöttem itt van a vitrinem, ami tele van Dragon Ball-os figurákkal, meg van kirakva kép, meg van kirakva lámpa, meg ilyenek. Ja. Nem menj sehova. Figyelek. Nekem konkrétan mindenem Dragon Ball-os, tehát itt vannak exkluzív ajándéktárgy, ilyet még garantáltan nem láttál. Megmondom őszintén, jó kérdés, feltételezem, hogy komolyan kérdezted, úgyhogy komolyan válaszolok. Én amikor gyerek voltam, ez akkor jött ki, én azonnal beleszerettem, és én azóta is nekem megvan a teljes sorozat letöltve a laptopomon, én minden évben végigmegyek rajta egyszer. Nyilván nem nézek végig a részt, mert végugratom, meg továbbhúzom, meg ilyenek, de sokkal többet jelent ez az anime számomra, mint hogy ez csak egy anime. Én úgy gondolom, hogy ennek az animének igenis van üzenete, van értelme, van mondani valója, és nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem hozzáállást tud tanítani valakinek. Most ne kezdj el valaki 40 évesen nézni, ezt gyerekként kell elkezdeni nézni, de azok, akik nézték ezt gyerekként, azokból szerintem nem akarom azt mondani, hogy igazi férfi lett, mert még a végén valaki megsértődik. Ezt amúgy kinőni nem lehet. És akkor figyelj, még egy másik érdekesség ennek kapcsán. Amikor én, nekem megtetszett ez az egész dolog, hogy valaki izmos, meg valaki edz, meg ilyenek, tehát nekem nem a testépítő magazinokból jött.
Tehát nekem ez, már így, nekem ez már gyerekként beleégett az agyamba, így nézd, hogy edzenek, meg izé, meg hogy tök jól néznek ki, hát jól meg van rajzolva, de basszus akkor is, tehát így ez nekem annyira átjött, meg hogy ő akar lenni a legjobb. Mindig ez volt a lényege, hogy gyenge vagy, legyőznek, nem tudsz haladni előre, és akkor félre kell vonulni, magadba kell szállni, edzeni kell, készülni kell, vissza kell térni, és aztán megint nyersz. És az egész magunkból anime, ami most már most azt hiszem 45 éve megy, mert még mindig megy, ő már a negyedik vagy az ötödik ugye ilyen szezonja van, vagy évada, ő végig erről szól, tehát pont ez a lényege, hogy mindig lesz egy pont, ahol padlóra fogsz kerülni, és mindig lesz egy pont, ahogy onnan fel tudsz állni, erről szól az egész anime, aki ezt esetleg nem vette volna le, vagy nem értette volna, és hogyha ezt az ember felfogja, és megérti, és magáévá teszi a rajzfilm által, az anime által, igenis segít. Szerintem most ez nem abszolút, úgy... Meg ugye ez is, hogy mindig képes vagy tovább fejlődni. És az a továbbfejlődés, ezt nagyon sok mindenre rá lehet húzni, tehát, hogy tovább tudj fejlődni a szakmádba, vagy akár a fizikumod lehessen jobb a következő évben, vagy bármi. Tehát így nekem egy tök jó alapot adott, úgy gyerekként, meg úgy aztán fokozatosan, folyamatosan. És még ezt így érdekességként elmondom, hogy nem tudom, te magyar szinkronnal ezt mennyire nézted, meg mennyire nem, vagy úgy nézed-e. Ha már nem, de régen... úgy is láttam, nekem volt szerencsém Lipai Lászlóval találkozni, aki a Gokunak a szinkronhangja volt, hát szegényt már Isten nyugasztalja. Igen, két éve. És akkor meghívott a lakására, képzeld el, úgyhogy amúgy ilyen tök idegen voltam, és akkor meghívott, és akkor tudod így, meg mikor, ha messengeren hívott telefonon. Tehát néztem, az milyen hang? A messengeremet, és nézem, és Lipai László hív. Pont edzettem, hát sose felejtem el, és akkor nem mertem bazd meg felvenni a telefont. Érted? Na jó, felveszem, és így beleszól egy kamehameha, tudod, és én meg így azt sem tudtam, hogy mit mondjak. És akkor azt mondja, hogy megkapta az üzenetemet, mert korábban egyszer írtam neki, hogy van egy képem, szeretném, hogyha aláírná, és két hónap után válaszolt. Van. Szerintem tényleg egy óriási szinkron színész, egy legendás szinkron hang, amit egyetlen szóból, vagy egyetlen hangból azonnal felismer bárki, aki velünk egykorú, és ugyanezen az animén nőtt fel. Tehát egyszerűen egy legenda. Én borzasztóan szomorú voltam, amikor láttam a híreket. Hát ez nagyon komoly sztori, ezt nem gondoltam volna. Egyébként hol lakott, melyik városban? Pesti volt. Hát ez nagyon... Ráadásul ez is érdekes egyébként, hogy ugye mennyire fiatalos hangja volt, mert ugye Goku az 20-30 éves a filmben. És egy nem is tudom hány éves volt már, 40-50-60 évesen szinkronizált egy 20 éves karakter. Így van. Meg ugye most, ami most legutoljára ment széria, a Super, ugye hát nem olyan nagyon régi az, vagy nem tudom, 4-5 éves talán a Dragon Ball Super. És ugye ott azon friss volt a magyar szinkron, és hát így ez ugyanolyan volt, mint a régi, érted? Tehát ilyen nagyon durva. Ja, pont a Superből van, ugye a kék haj. Ja, ultra ösztönös. Legnagyobb, meg szerintem ennek a hátulján is az van. Jó, Sanyi, nálad borzalmasan késő van, ne haragudj, hogy megint nem tartottam, amit ígértem. Hát akkor... Mozgalmas napom lesz. Aki ezt nézte, azoknak én most megköszönöm a megtekintést, és ugyanakkor egy gyors elnézést is kérek mindenkitől, hogy a szakmai részről igazán nem jutott idő, de hát ezért lesz egy második rész veled, és ezért tudlak visszacsalni egy második részre. Neked meg akkor köszönöm, hogy ennyire későn is vállaltad ezt a beszélgetést. Hát nagyon szívesen. Jó.